A zenei világnapi hangversenyt immáron 75-ödjére rendezik meg. Igen, ugye ma tartottuk a zenei világnapi hangversenyünket, én már sokadjára, nem is tudom hanyadjára, 75-ödjére, hiszen 75 évvel ezelőtt alakult a zeneiskola, és az elmúlt egy óra hosszában igen színes műsornak lehettünk a részeselői. A zeneirodalom sok-sok apró kis gyöngyszeme szólalt meg a növendékeink, illetve a tanáraik előadásában. Mondhatjuk az apró gyöngyszemeket a fellépőkre is, hiszen voltak, akik most kezdték a hangszertanulást, és nagyobbak, akik bátran kiálltak és már szépen játszottak. Nagyon szeretjük, hogy a kis kezdő növendékekben is már megvan az az önbizalom, hogy mernek a színpadra állni. Természetesen ehhez kellenek a felkészítő pedagógusok is, akik segítik őket ebben, és bíztatják, és gyakorolnak, hogy hogyan is kell színpadra lépni és előadni a kis megtanult darabjaikat. De ugyanakkor ott voltak azok a gyerekeink is, akik már több éve járnak ide a zeneiskolába, ők már magabiztosabban mozognak a színpadon, és egy kicsivel nehezebb mutató darabokat játszanak. Az első hangversenyen elindult a zeneiskola idei tanéve, és már versenyekre is készülnek a növendékek. Előttünk van még a győri ütő hangszeres verseny, erre is neveznek gyerekeink. Itt egy egész nagy csapat fog részt venni, körülbelül 10 gyermek. Aztán tavasszal lesz a vármegyei vonós verseny, amelyet iskolánk rendez, hiszen mi rendezzük ezt minden második évben, és most eljött a mi időnk, ide is készítünk fel vonós gyerekeket, és én bízom benne, hogy az elmúlt évek hagyományait követve nagyon szép eredményekkel fognak hazatérni ezek a gyerekek ezekről a megmérettetésekről. Addig még sokszor fogjuk a zeneiskolásokat különböző rendezvényeken hallani. Bízom benne, hogy sok-sok helyen fellépnek a gyermekeink, és mi igyekszünk, hiszen nagyon mozgalmas tanév áll most is előttünk, és igyekszünk mindenben helytállni.